A Kazincbarcik a kék-sárgában, a Csákvár csapat a fehérben lépett pályára. A mérkőzés 9. percében az első szögletet a Csákvár csapatából Madarász Márk végzi el. A labda a felső lécen pattan meg szerencsére kifelé. A 22. percben Toma indul meg a középpályáról, a 16-os sarkáról passzolt Fekete Ádámnak, aki egészen az alapvonalig vitte a labdát, majd a középen érkező oldalhoz került a labda, amit a kapuba is rúgott. Kazincbarcik a Csákvár 1-0. A 38. percben a 16-os sarkáról Fútyik Dominik végzi el a Toma György elleni szabálytalanság után megítélt szabadrúgást, amit kapura is tekert, a lövést a vendégek kapusa hárította, azonban a kipattanó labdát Berki értékesíteni tudta. Kazincbarcik a Csákvár 2-0. A rövid pihenő után a második félidő 63. percében Berki István szabadrúgása a kapu előtt landolt, melyet Oldal Tibor értékesíteni tudott. Kazincbarcik a Csákvár 3-0. A 71. percben a 22-es számmal játszó Toma György piros lappal hagyja el a pályát, majd a 77. percben szépít a Csákvár a gólszerző 33-as számmal Baracskai Roland. A kék-sárgák biztosan szerezték meg a 3 pontot, így jelenleg a tabella 9. helyén állnak.